megszámlálhatatlanul sok program várja a Királyi Napok programsorozat vendégeit Székesfehérváron idén is. Megpróbáljuk mai Köztér című műsorunkban górcső alá venni, hogy milyen különlegességekkel, milyen újdonságokkal készülnek idén a szervezők. Köszöntöm Önöket, tartsanak velünk! A tavalyihoz hasonlóan ünnepélyes megnyitóval kezdődik idén is a Székesfehérvári Királyi Napok. Az év legfontosabb időszaka ez a 10 nap talán a város életében. Esténként fényárban úszik majd a főtér, és megtelik élettel, megtelik turistákkal a város. Augusztus 11-ével indul a Királyi Napok, és augusztus 20-áig tart. Az a másfél hét, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok izgalmas, érdekes programot fog szolgálni azoknak, akár fehérváriként, akár a Fejér megyei polgárként, akár máshonnan érkező vendégenként, de itt lesz a Királyi Napokon Székesfehérváron. Lesznek természetesen a hagyományos programok, ezen belül azt gondolom, hogy kiemelkedő maga a megnyitó augusztus 11-én, ahol egy nagyon érdekes fényjátékkal is készülünk, és így fogjuk megnyitni. Idén a vendégváros, akit meghívtunk erre a rendezvényre, Debrecen városának polgármesterével közösen nyitjuk majd meg a Királyi Napok rendezvénysorozatot, ugyanúgy természetesen lesz Fény utca, itt is lesznek azonban újdonságok, érdemes lesz megtekinteni. Természetesen lelki érték vonatkozásban, szellemi vonatkozásban mindig kiemelkedik a koronázási szertartásjáték, hiszen maga az, ami itt megtörténik a Nemzeti Emlékhelyen, annak a legfontosabb, mondjuk úgy, hogy közéleti aktusa az a koronázás volt, és a koronázás pedig itt történt évszázadokon keresztül Székesfehérváron. Ezen a helyen autentikusan csak itt lehet ezt bemutatni. Azt gondolom, hogy a muzika szakra, ahogy az elmúlt években most is egy kiemelkedő minőséget, értéket fog képviselni, de nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik most már a Néptáncfesztivál. Nagyon nagy szeretettel várjuk külföldi vendégeinket, várjuk a magyar együtteseket is, és várjuk, hiszen most lesz a fiataloknak is egy bemutatkozási napja, lehetősége, és hát tudjuk a Pulutyka óta, hogy ők azt gondolom, hogy különösen népszerűek, de a napközben is meg lehet majd találni azokat a programokat, amelyek izgalmasak, hiszen középkori hangulatba öltözik a belváros hagyományőrzőknek köszönhetően. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas napok elé nézünk e tekintetben is, és hát lesznek könnyedebb koncertek is az esti időszakban, amik pedig igazán egy nyári kikapcsolódást fognak jelenteni. Város marketing szempontjából mit jelent ez a programsorozat? Nyilván most már évek óta egyfajta statisztikát ezért le lehet vonni. Én azt látom, hogy megtellik élettel a város, megtelnek a szállodák, megtelnek az éttermek, a teraszok, nagyon sok mosolygós, jókedvű embert látunk. Azaz azt jelenti, hogy jól össze lehet hangolni, hogy egyrészt tisztelgünk a múltunk, a történelmünk előtt, ennek a jelentősége előtt. A másik oldalon ezt már úgy tesszük meg, hogy a ma embere jól érezze magát, hiszen augusztusról van szó, adott esetben abszolút nyári időszakról, időjárás vonatkozásában is sokan szabadságot vesznek ki erre az időszakra, és szeretnék magukat jól érezni, kikapcsolódni, sokat mosolyogni. Én biztos vagyok benne, hogy erre is lesz lehetőség idén, és ezért gondoltuk azt, hogy hát egy kicsit a modern kor eszközeit is igénybe véve szeretnénk, hogyha ezekről készült, mondjuk úgy, hogy pillanatfotókat, fényképeket feltöltve egy olyan album jöjjön létre, Királyi Napok 2017 címszó jelige alatt, amivel egy kicsit album jellegűen össze is tudjuk foglalni azt a sok-sok remélem mosolygos pillanatot kisebbtől, vagy idősebbtől, fiatalabbtól, adott esetben fehérváritól, vagy éppen külföldről érkezőt vendégünktől, ami jellemzi majd a 2017-es Királyi Napokat reményeim szerint. Thank you.
A Nemzeti Emlékhelyen felépített színpad lesz a helyszíne a Muzika Szakra koncertjének. A komoly zenét kedvelők az egyik legismertebb gyászmisét hallhatják majd augusztus 12-én. Az idén Verdi csodálatos requiemjét fogjuk előadni, hát ez egy gigantikus mű, nem csak a terjedelmében, hanem mondani valójában is, zenei fajsúlyában és előadó apparátusában is. Na most az emlékhely, ami tulajdonképpen a Nagy Boldogasszony templom fölé épült nagy, hát hogy azt mondtam, koncerthelyszín, kb. 2500 személyes közönséggel, tehát itt egy óriási kórus fog közreműködni. Nekem évtizedek óta mindig nagy feladatom volt, és nagy áhítattal foglalkoztattam a helyi kórusokat, így az idén is a város 5 híres kórusa fog fellépni. Ez körülbelül 100-150 fő lesz, és jön még vendégkórus, és ami nekem nagyon nagy öröm, hogy az évek során azért nem csak a rossz, a jó is terjed, hiszek ebben, hogy mindig jót kell csinálni. Bizony-bizony vannak egyéni vagy csoportos bejelentkezések erre a fesztiválra, erre a Muzika Szakrára, hogy jöhetnének-e énekelni. Különböző kórusokból mondjuk éppen talán polgármester úr említette itt az elköszöntőben, hogy például Debrecenből, de például Kaposvárról egy-egy ember, vagy négyen, öten, hát nem tudom persze, hogy mennyien fognak eljönni, de hát így tevődik össze a kórus. A zenekar az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Itt tulajdonképpen egy nagyon érdekes momentum van, hogy a híres Dies Irae tételben, ami megszólalnak a csodálatos kürtök, amik egyébként valóságban trombiták, itt 8 trombitás lesz, és ebből 4 különböző helyszínről fog válaszolni a színpadon lévő trombitáknak, tehát ezt ugye akusztikailag is meg kell oldani, hogy ez együtt legyen. És hát én úgy gondolom, hogy a férfi szólisták Ottokar Klein és Alexandru Agace, baszbariton, tulajdonképpen azt hiszem, hogy fémjelzi, hogy itt egy igen magas, hát a két szoprán, illetve altérnekes, ugye Kossuth Díjas énekes, tehát valószínű, hogy hatalmas előadó gárda lesz. Fontos is talán beszélni a próba folyamatokról. Azt hogyan kell elképzelni, hogyha egy ekkora művet kell összerakni? Hát tulajdonképpen nagyon aprólékosan és nagyon széjje kell, szinte atomraira kell szedni a zenekart, az énekart és a szólistákat. Kezdődik azzal, hogy a szólistákkal külön fogok találkozni, ahol meghallgatom, hogy ők hogy csinálják, én mit szeretnék értelmezésben, drámaiságban, egyáltalán dramaturgiailag fölépítsük a dolgot. Aztán következő feladat, hogy a kórusokkal, miután egy heterogén kórusról van szó, többen, sokan jönnek, ezért kell külön szólampróbát, illetve kóruspróbát tartani. A illetékes kórusvezetők szólamonként összerakják, és aztán akkor én külön fogok velük találkozni, hogy zongorával össze énekeljük a kórus részleteket, és akkor jön a zenekar. A zenekart kiváló koncertmesterünk csinál egy nagyon alapos vonós próbát, ahol az úgynevezett vonásokat, artikulációkat megbeszél a zenekarra. Én közben párhuzamosan a fúvósokkal veszem át ezt az őrületes nagy, talán nekik a legnagyobb feladat. És amikor ez mind megvan, akkor kezdjük összerakni. Először a zenekart, aztán a zenekart az énekkarral, utána a zenekar, énekkar és a szólisták, és így érkezünk el a főpróbához és a koncerthez. Hát reméljük, hogy jó lesz, nagyon-nagyon készülök, szerintem mindenki. Hát gondoljunk bele, több mint 200 ember lesz a színpadon. Tehát nagy távolság, akusztika az nem nagyon fog nekünk kedvezni, viszont a látvány és a millió, a hangulat az csodálatos, úgyhogy hátborzongató élmény már most nekem. Idén 22. alkalommal látogat Székesfehérvárra a világ. A Nemzetközi Néptáncfesztivál augusztus 13. és 17. között zajlik majd. A résztvevők idén Bosznia-Hercegovina, Brazília, Finnország, Grúzia, Majorka, Szenegál, Oroszország, Törökország és a vendéglátó Alba Régia táncegyüttes, de egy estére vendégünk lesz egy portugál és egy kínai együttes is, valamint a Fitos Dezső társulat. A hagyományos esti fellépések az Icsi színpadon lesznek. Legutóbbi júniusi sajtótájékoztató óta azért sok víz lefolyt a Dunán, illetve egy vizes vébe is talán. Hát ez a fesztiválszervezés igen nehéz,
úgyhogy a csoportok jelentkezése az nem feltétlenül garancia arra, hogy ide is érnek. Aki biztos, hogy itt látható lesz Fehérváron augusztus 13-ától 17-ig, az malorkai csoport, akkor egy finnországi csoport Rovaniemiből, Szibériából egy orosz csoport, akkor vendégünk lesz egy Bosznia-Hercegovina csoport, illetve egy grúz csoport, akik tavaly kis létszámmal tudtak eljönni a vízumkényszer miatt, most azonban megnyíltak a schengeni határok, és egy egész fiatal, mindig azt mondom, hogy egy ilyen kis pulutyka feelingű csoport fog ide látogatni, de hallatlan nagy felnőtteket meg hazudtoló profizmussal. Aki még vendégünk lesz, egy kínai csoport, őket a nyitónapon, illetve 14-én láthatjuk, illetve a szomszéd Szászalombat egy Summer Festről kapunk vendégként egy-egy fellépés erejéig egy brazil csoportot, illetve egy portugál csoportot, illetve még várunk egy színesítést erről a fesztiválról. Ahogyan megszokhattuk, ezek a tánccsoportok tánccal, zenével töltik meg a belvárost is, így lesz ez idén is. Így van, elkövetünk mindent, hogy a belváros nyüzsögjön a Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevőitől, mind hangban, mind táncban. Így a nyitó napon a szokásos flashmob kezdődik az Alba Plázától, és ott egy-egy jeles szobornál, illetve belvárosi állomásnál csatlakozik egymáshoz a különböző csoport vele együtt. A nézőközönség és egészen az Icsi színpadig, ahol pedig kezdődik a nyitógála. Záró gálán pedig egy szokásos felvonulás rengeteg zenével, utcatánccal, de a Mátyás király emlőkműnél is lesz szabadtéri program 11 órakor délelőttönként a király gyermek játéktér, ahol nem is inkább táncról, hanem inkább a népi sportjátékokról, ügyességi, közösségi játékokról lesz szó, illetve élvezhetik a családok, illetve 17 órától pedig térzene lesz szintén ezen a helyszínen. Aztán minden nap a nagy színpadon bemutatkoznak egy nagyobb volumenű műsorral a meghívott csoportok, illetve a folk estek a táncházba felejthetetlenek lesznek. Most egy újdonságot találtunk ki, hogy az első folkesten, augusztus 13-án nem egy vagy két együttes mutatkozik be, hanem Folk Jam címmel az összes csoport ott lesz, és hát nem népviseletbe, de közös egyenpólóba mondjuk, zenekarra, táncosokkal, és mindegyik egy kis ízelítőt ad arról, hogy ők hogy mulatnak, hogy táncolnak, hogy zenélnek, és ebbe bevonják a közönséget. Tulajdonképpen egy kis tartalomjegyzéket fognak mutatni, hogy na, melyik folk este látogasson el a közönség. Amit már tudok, hogy augusztus 16-án az Etnorom nevű banda lesz az egyik sztárvendégünk az udvaron hatalmas nagy partival, és várunk minden helyszínre minden kedves táncot és zenét szeretőt. Augusztus 17-én a belváros több pontján is hallhatnak majd térzenét az arra járók, az 5. Fricsai Richárd regionális katonazenekari fesztivál résztvevőinek köszönhetően. 2017-ben az 5. Fricsai Richárd regionális katonazenekari fesztivál mini jubileum. Érkezik viszonylag messzebb távolságból is zenekar. Polgármester úr említette, hogy a reformációs emlékév kapcsán Debrecennel vagyunk most kapcsolatban. Debrecenből jön természetesen az egyik katonazenekar. Aztán lesznek Szentendréről, Tatáról még katonazenekarok, és természetesen a székesfehérvári zenekar. Azzal, hogy egy kicsit most jubilálunk, egy nagyon picit kilépünk a hagyományos keretekből, természetesen lesz hagyományőrzés, hiszen a katonazenekaroknak ez az elsődleges feladata, viszont lesz vendég művész fellépünk, Szomor György fog énekelni a katonazenekarokkal, nem árulom el, hogy mit, de mindenképpen unikumnak fog számítani. És azt, hogy hol és mikor láthatjuk majd önöket? Augusztus 17-én, 16:30-kor a Városház téren. A Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat újdonsága a Népművészeti Fesztivál lesz. Jövő hétvégén az érdeklődők megismerkedhetnek a falusi élet hagyományaival, árult el Juhász Zsófia,
a Fehérvári Program Szervező Kft. Ügyvezetője. Azt gondolom, hogy Fehérvár és az itt élő lakók megérdemelnek egy ilyen 10 napos fesztivált, ami nyilván számunkra nehéz és megterhelő, mert ugye azzal kell foglalkoznunk, hogy a 10 napnak minden 24 órájában, aki ide érkezik, megtalálja a szórakozást, és ugye jól érezze magát a családtagjaival, de én nem érzek ebben nehézséget. Tehát ez nyilván ennek a fesztiválnak, a következő évi fesztiválnak a szervezése, ez már amint durant az utolsó rakéta a tűzijátékon megkezdődik, de van időnk rá, és még egyszer mondom, hogy akik itt vannak a városban, ők már mindenki tudja, hogy ugye készülni kell, amikor az eseményen ott vannak, akkor már ők is gondolkoznak, hogy na jövőre majd ezt fogjuk még hozzátenni, utána meg még ezt, és szerintem így sokkal könnyebb nekünk is, hogy a helyi barátokkal, ismerősökkel és kollégákkal tudunk együtt dolgozni. Nyilván szervezőként mindegyik kedves számodra, de hogyha ki kellene emelni egyet, akkor te melyik programot szereted a legjobban? Hát én most nagy izgalommal várom azt a népművészeti fesztivált, ami, ahogy így körülnézek az országban, abban lesz egyedülálló, hogy ha így kimondom azt, hogy népművészeti fesztivál, szerintem akik ezt meghallgatja, ezt a riportot, azt fogja mondani, hogy ja, vannak ilyen kézművesek, meg foglalkozások, de mi most egy kicsit különlegesebbet szeretnénk, és egy olyan igazi vásárhangulatot szeretnénk teremteni, amit már a koronázás ünnepi játékok kapcsán tapasztaltak a fehérváriak és az ide látogatók, tehát olyan kis aktivitások, olyan kis külön produkciókat fogunk látni az utcán, amiben bevonják a közönséget. Tehát képzeljük azt, hogy tulajdonképpen egy sárköz lesz a Népművészeti Fesztivál első napja 12-én a központban, és képzeljük el, mint hogy egy sárközi faluban sétálnánk, és ott lesz egy kurtakocsma, ahol a sárközi legények mulatoznak, a Mátyás király szobornál van egy színpad, ott nyilván bemutatkoznak a művészeti csoportok, de egyébként a kurtakocsmából a fiatal legények lánykikérésre oda mennek, és ott fogják felöltöztetni a mennyasszonyt, ott lesz a lánykikérés, és együtt vonulnak abban a lakodalomba, ami a Városház téren lesz, és ennek keretében pedig ott egy nagyon különleges karikázóba vehetnek részt egyébként a járókelők is, 100 szoknyás karikázónak hívják, nyilván az alsó szoknyáknak a mennyiségéből adódóan is, meg hát nyilván nagyon sok táncossal. És ugye ez ettől lesz egy kicsit olyan élő. Én még azt is szerettem volna, és ez egy jövő évi tervem, hogy ilyen igazi mutatványosok, tehát erőművész emelgesse, cirkuszi akrobaták is legyenek majd a vásárban, de ez olyan jó, hogy tervezhetünk, hogy jövőre is lesz egy ilyen népművészeti vásár. És hát a 12-i napon egyébként az Alba Régia Táncegyüttes bemutatja Mozdulatlan Legendák produkciájának tételeit is. Ezt akinek volt szerencséje látni a színházban, azt tudja, hogy Fehérvár nevezetes szobrai körüli legendák, történetek elevenednek meg, és ezeket tánccal mutatták be a fehérvári táncosok, és ezeket a tételeket most kivisszük a helyszínre, ahol valóságosan ott találhatók ezek az emlékművek, illetve szobrok. Én azt tudom mondani, hogy ez a népművészeti fesztivál, ez 2 napos lesz, tehát ahogy mondtam, hogy sárköz van a szombati nap középpontjában, úgy felvidék lesz a második napon. Tehát én azt tudom elmondani, hogy ez a pezsgő hangulat, ezt egyetlen egy dolog ronthatja el, az pedig az eső és a rossz idő, mert ha mondjuk ilyen meleg van, mint a mai napon, én azt gondolom, ez még mindig jobb, hogyha zuhogó esőbe bujkálunk el az árkádok közé, de ismerve egyébként a sárközi vendégművészeket, tehát ők biztos vagyok benne, hogy mindent megtesznek azért, hogy még az eső ellenére is jól érezzük magunkat. A koronázási ünnepi játékokat idén augusztus 18-a és 20-a között rendezik meg. Az előző 5 évben már az ide látogatók és a fehérvári tapasztalhatták, hogy ilyenkor megpróbáljuk a középkort ide varázsolni Székesfehérvár belvárosába. Ez most is így lesz. Nagyon sok helyszínen fogunk megjelenni, a Városház téren, ahol kis újdonságokat is behoztunk, jósokkal, kisállatokkal, tényleg egy középkori vásári hangulatot fogunk teremteni. Végig a főutcán az óriás bábok lesznek láthatóak, mindenki nagy kedvencei. Bemutatjuk őket, és fel is vonulunk velük. A Mátyás emlékműnél lesz egy olyan program minden nap, 15 órakor és 19 órakor, amikor zenével mutatjuk be az óriás bábokat. A Muzika Historik az régi zeneegyüttes már évek óta készíti mindig az újabb és újabb bábokhoz a megzenésített verseket, és így akik eljönnek hozzánk, nem csak látványukban ismerkedhetnek meg ezekkel az óriás bábokkal, hanem a történelmi hátteret is megtudhatják, hogy kihez tartozik, kinek, milyen rokoni szál fűzi.
Hagyományőrzőink is lesznek két helyszínen, a Zichy Ligetben lesznek a talpas gyalogos hagyományőrzőink közel 100 fővel, és a Jávor Otto téren a lovas hagyományőrzőink, akiket meg lehet nézni. Solymász bemutató, vadászkutyás bemutató is lesz, lovagolni is lehet, ki lehet próbálni, hogy a hucul lovakon hogyan lovagoltak annak idején az őseink. A Mátyás király emlékműn egész nap középkori zenével várjuk az odalátogatókat, különböző ismeretterjesztő játékos programok is lesznek. A Bartók Béla téren, erre mindenkinek a figyelmét feljön, a Vörösmarty könyvtár előtti területen, hiszen a Bartók Béla tér sokakban annyira nem ismerős, ott lesznek bábműsoraink minden nap, történelmi bábműsorok láthatóak. És lesz egy különleges programunk, mivel az a szlogenünk idén, hogy a királynapok a gyerekeké is, ezért szeretnénk a gyerekeket megvándoroltatni a helyszínek között, ahol megismerkedhetnek Szent Istvánnal, Szent Lászlóval és Harmadik Bélával. Ez három helyszínen fog zajlani, különböző játékos feladatokkal és egy kis pontgyűjtő füzettel. A Bartók Béla téren, a Mátyás király emlékműnél és a Prohászka Ligetben, hiszen ezt a területet is most behoztuk a programsorozatba a Szent László emlékmév miatt. A jubileumi 5. koronázási szertartásjátéknak Harmadik Béla lesz a főszereplője. A rendező idén is különleges előadást álmodott a színpadra. Azt gondolom, hogy akik eljöttek, megnézték, hírét vitték, készültek, hogy a következő évben is eljöjjenek, ezek évről évre érezhető módon a számuk növekszik. Csak egy jellemző adatot hagy említsek.
Épp egy héttel ezelőtt végeztünk egy összehasonlító elemzést, hogy hogy álltunk tavaly és hogy álltunk idén. És idén kétszer annyi jegyet adtunk el, mint hasonló időszakban egy évvel korábban. Tehát ez mindenképpen azt támasztja alá, hogy a hír nem csak Fehérváron, hanem immár Fehérváron kívül az egész országban, sőt megkockáztatom, hogy határoinkon túl is egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a rendezvény. Elképzelhető, hogy ez egyfajta terhet is jelent önöknek? Természetesen, hiszen felelősség, és én minden évben egy borzasztó szorongással kezdem el a próbákat, hogy ez most lesz olyan jó, mint a tavalyi volt? Jobb lesz? És hát jobbnak kell lenni, mert különben nem leszek érdekes, mert ha nem érdekes, akkor az emberek nem nézik. De hát igenis, ez egy felelősség, hogy mindig megugorni azt a lécet, és egy kicsit mindig magasabbra tenni. Hát aztán majd mindig a közönség dönti el persze, hogy ez sikerült-e vagy sem, de minden esetre a felelősségét érzem, meg a súlyát is. Anélkül, hogy elárulnánk a kulisszatitkokat, hogyan lehet ez az idei jobb, mint esetlegesen a tavalyi, vagy az azt megelőző? Nézze, nem mondom azt, hogy jobb, talán inkább fogalmazunk úgy, hogy más. Más elsősorban a harmadik Béla személyiségéből adódik ez a másság, hiszen ő élettörténete miatt rendelkezik egy olyan különösséggel, amellyel egyetlen egy árpádházi uralkodónk sem, és ez a bizánci örökség, nevezzük így, hiszen életének, fiatal életének jelentős részét Bizáncban töltötte, nagyon nagy és erős az a szellemi hatás, ami aztán a kultúrában is érződött, de bizonyos szempontból az egész uralkodását is jellemezte, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az ő uralkodásához köthető a hivatalos írásbeliség elterjedése Magyarországon, a kancelláriák megerősödése, illetve az az egyszerű tény, hogy foglaljunk mindent írásba. Ami le van írva, az megtörtént, amit nem írtunk le, az nem történt meg. Tehát ez az egyszerű szemlélet, ami Bizáncból örökölt, ezt ő tulajdonképpen egy államműködési mechanizmus egyik alapelvévé tette, és ez, hogy messze ne menjek Anonymusban, aki a Gesta Hungarorumot az ő megbízása alapján kezdte el készíteni, tehát abban is megtestesült, tehát nagyon sokat köszönhetünk ilyen értelemben is harmadik Bélának. Kik lesznek majd a segítségére, kik lépnek majd színpadra? Harmadik Bélát Hirtling István személyesíti meg. Lesznek olyan szereplők, akikkel már találkozott a közönség. Blaskó Béla és Mihály Győző nélkül... Bocsánat. Blaskó Péter és Mihály Győző nélkül már szinte nincs koronázás. Annyira szeretem a jelenlétüket, a személyiségüket, a hangjukat, tehát ők ismét megjelennek majd egy-egy szerepereig, de megjelenik Trokán Péter, aki már szerepelt néhány évvel korábban koronázóérsekként, és az ő lánya Trokán Nóra alakítja majd harmadik Béla feleségét.
Egy nyereményjátékot is hirdettek a szervezők idén. Hashtag Királynapok 2017 címmel kell feltölteni azokat a fotókat, amelyeket a következő napokban készítenek itt Székesfehérváron. A legjobbak pedig akár felkerülhetnek arra a plakátra, amely majd a jövő évi programokat hirdeti. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!